Ebéd kerül az ételhordókba, a Tiszti Klubnál az utcán állt a sor vége, mintegy 500 fiatal nyári étkeztetése kezdődött meg. A tanév utolsó napján még az iskolában ebédeltek, a vakáció első napján pedig már ide jöttek az ételért. A programra halas 11 millió forintos állami segítséget kap. Nagyon örülök neki, hogy ennyi halas igénybe tudja venni ezt a nyári ebédosztást. 100%-ig kihasználtuk azt a létszámot, amire egyébként volt lehetőségünk. Arra kérnék mindenkit, ha valaki még nem ment be a gyermekjóléti szolgálathoz feliratkozni, azt tegye meg, és ha lesz rá lehetőségünk, akkor természetesen fogjuk őket értesíteni, hogy igénybe tudják ők is venni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 18 éven aluli fiatalok kaphatnak a vakációs ebédből. Három gyermeknek tudunk így naponta hétfőntől péntekig ételt biztosítani. Mekkora segítség ez a családnak? Hát úgy a fél hónapi segítséget kibírja, tehát elég szerintem jó, hogy ilyen van, meg ilyen ebédet adnak, hát de körülbelül úgy fél hónapig ki tudjuk vele húzni a három gyerekre. Hát, hogy akkor így ennyi költség megmarad a családban? Igen, ennyi költség megmarad, ami tudunk nekik nyári ruhát venni, iskolai felszereléseket. Balog Attila is kap az ebédből, azt mondja, nem válogatós, de azért vannak kedvenc ételei. A mágylevás, meg a kumbris tészta, meg a fánk. Iskolában is mindig meg szoktad enni az ebédet? Igen. Akkor így lesz ez most is, gondolom. Igen. A Tiszti Klub konyhája az előírások betartása mellett igyekszik a gyerekek szájízének is megfelelni. Mai nap van egy reszelt tészta levesünk, és van egy lecsós ragú tésztával. Megpróbáljuk azért az idén jellegű ételeket, tehát lesz holnap például egy gyümölcsmártás hússal, rizssel, gyümölcs lesz nekik, ami tehát igényjelekben tésztanapokon megpróbálunk szerezni, meg általában azért a sok húst, mert azt szeretik a gyerekek. Mi egész évben azért zsanán a gyerekeket étkeztessük az új előírásoknak megfelelően, tehát onnan átjön a tapasztalat. A nyári ebéd adminisztrációs feladataira két közfoglalkoztatottat sikerült megbízni, és a megnövekedett feladatok miatt a konyha is vett fel plusz munkaerőt. Az ebédhez használt alapanyagok egy része pedig a térség termelőitől származik. Föl vagyunk készve egy nagyobb mennyiségű ételre, mivel 1000 főt tud a konyhánk. Tehát. És azon kívül, hogy egy létszám növekedést kellett biztosítanunk, ami egész nyárára plusz 4 embernek tudunk biztosítani munkát. A pályázatnak ugye a összértéknek 30%-át, tehát kell a helyi termelőktől, a helyi kisvágó hidaktól, tehát alapanyagot beszerezni. Az, ami meg a zöldségeket, tehát az előtt is innen, tehát nálunk ez gondot nem jelentett.